Sziasztok! Folytassuk is tovább a targoncás tételeket a B részsel, az 1B-vel. Csoportosítsa a targoncákat, beszélje jellemzőikről, milyen előnyökkel járnak a különféle targonca típusok. Milyen feltételek mellett üzemeltethetők ezek a gépek. Kulcsavak és fogalmak, amik kellenek nekünk. Kezelő pozíciójai szerinti csoportosítás, meghajtás módja szerinti csoportosítás, elvégezhető művelek szerinti csoportosítás, emelési magasság szerinti csoportosítás, kialakításból adódó előnyök, üzemeltetés körülményei, feltételei, beleértve a padlózatot és a szellőztetést, és mi egyéb mást. Tehát akkor nézzük meg a kezelő pozíciója, pozíciója szerinti csoportosítást. Tehát vannak, a gyalogkíséretű targoncák, itt a képen egy gyalogkíséretű targoncák. Targoncát látunk. Vannak vezető állásos targoncák, ami itt a következő képen látható. Ebből ismerjük fel. A vezető állásos targoncát, olyan egy ilyen kis lépője. És akkor még vannak a vezető üléses targoncák, azt meg ebből ismerjük fel. Ezeken kívül vannak még ugye különleges targoncák is, mint a vezető nélküli targoncák, automata vagy távvezérlési targonca. Meghajtás módja szerinti csoportosítás, tehát lehet belső égési motoros, itt a képen láthatunk egy belső égési motorost, azt abból ismerjük fel, hogy általában kipufogója van. Meg vannak elektromos targoncák, azt meg abból ismerjük fel, hogy itt hátul nem látunk palackot, se kipufogót, tehát valószínű, hogy a targonca elektromos. És akkor meg vannak kombinált targoncák. Az elvégezhető műveletek szerint csoportosíthatjuk a szállító targoncákat, tehát saját rögzített vagy billenő rakfelülettel, tehát itt láthatjuk ennek a szállító targoncának a saját rakfelületét. Vannak még amúgy vontató-targoncák, amit itt láthatunk, ezt ebből ismerjük fel. Tehát pótkocsikat, utánfutót tud vontatni, nincs saját rakf rakfelőte, még emelő szerkezete sincs. Ezt abból ismerjük fel, hogy itt hátul van egy ilyen valami. És akkor még van még emelő-targoncák, amit itt láthatunk, tehát saját emelő szerkezete van. És vannak különleges, rendeltetésű és szerkezeti targoncák is. Emelési magasság szerint ö, csoportosíthatjuk. Ugye itt láthatjuk a targoncát. Emelési magasság szerint kis magasságig emelő targonca, közepes emelő targoncák. És nagy magasságig előtt targoncák vannak. Kialakításból adódó előnyök. A targoncák hátsó kerék kormányzása, mindjárt lesz itt egy targoncakép, tehát a hátsó kerék kormányzása teszi fordolékonyá ezt a szerkezetet. Egyes targoncák kialakításukból adódóan akár helyben is képesek megfordulni. Tehát hátsókerék kormányzások, azt itt láthatjuk, hogy a hátsókerék fog majd elmozdulni különböző irányokba. Tehát valamieknek olyan a kialakítása, hogy helyben is képes megfordulni. Mivel a teher nem a kormányzott keréke van, ezért a kormányzás is könnyű, bár ehhez a kormányműszerkezeté is nagyon Hozzájárul. A targoncák megfogó szerkezetei és felhasználási módjának a szállító anyagnak, árunak megfelelően választható ki, illetve cserélhetők. Ez mondjuk raklap emelésre nagyon tökéletes ez a targonca, ami van a képen. És akkor még vannak villamos motoros, tehát villanymotoros, villamos motoros targoncák. Tehát a villam, villanymotoros targoncák előnyei csendes üzeműek, a levegőt nem szennyezik, hajtómotornak nincs ügy üres járata, és ráadásul még jól gyorsulnak is, a munkaműveletek gyors váltására képes. Viszont a elektromos targoncának vannak is hátrányai, itt most a képen egy gázost látunk, de ne foglalkozzunk vele. Az akkumulátorok feltöltésének hosszú időszükséglete van 6 és 8 óra között. A feltöltéshez külön segédberendezés és jól légcserével rendelkező terület kell. A töltés során robbanásveszélyes gáz hidrogén keletkezik. Sebességük a telep kimerülésével fokozatosan csökken. Ez különösen a műszakok végén jelent igazán nagy problémát. Nagy igénybevétel esetén cseretelepekre van szükség, mert az akkumulátorok esetleg a 8 órai műszaka nem rendelkeznek elegendő energiával. És ezeknek a telepeknek még a tömege is nagy. A fentiek miatt a villanymotoros targoncákat ritkán használunk szabadtéri tárolótereken. Tiszta és zajtalan üzemük miatt viszont kiválóan megfelelnek a zárt, területi raktárakba és a beltérű árammozgatásra. És akkor most nézzük a belső égésű motorokkal üzemeltetett targoncákat. Hogy a kép ne zavarjon minket, keresek egy belső égésű, targon, belső égésű motorra rendelkező targoncát. Tehát, a belső égésű motorokkal szerett targoncák üzemi körülményekre kevésbé érzékenyek és robosztusak. A felhasznált üzemanyag gyorsan és egyszerűen pótolható. És még ráadásul könnyen is áttelepíthetőek, mert feltöltésükhöz nem igényelnek speciális eszközöket sem. Viszont minden jó dolognak ennek is vannak hátrányai, úgyhogy nézzük is meg a hátrányait. A levegőt erősen szennyezik, ez főként a dízel meghajtású targoncákra vonatkozik a gázüzemökre jóval kisebb mértékben. Üzemük zajos. Gyúlékony robbanás veszélyes üzemanyagot használnak. És ezeknek van még üres járatuk is. És akkor most nézzük is meg az üzemeltetés körülményeit és feltételeit, feltételeit tehát badozatot és a szellőztetést. A targoncák csak megfelelő teherbírású egyenletes talajon képesek közlekedni a gyalogkíséretű targoncák, gyalog targoncák esetén a műgyantás padló javasolt. A beton vagy az aszfalt helyett. A padlózatnak csúszásmentesnek kell lennie? Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről is? Dízel és benzines targoncák a zárt térben ne alkalmazzunk csak megfelelő szellőztetés mellett. Gázos targoncákat is csak jól szellőzött helyen használjuk. A fagyos, nedves útborkolatra érzékenyek ezek a gépek. Megcsúsznak, kerekük kipörög. Tehát fagyos, nedves útborkolatra nem szabad targoncával menni, mert megcsúszhatnak és kerekük is kipörög. A gázüzemű targoncák reduktorja lefagyhat a téli nagy hidegben. És nagyjából szerintem az első bététellel végeztünk is. Úgyhogy elköszönnék, sziasztok, további jó tanulást!